2002-ben nyílt meg Vállay és Csalános között a határátkelőhely. Korábban több mint 30 kilométeres kerülőutat kellett megtenni a szomszédos településig. 2011-től pedig már egyszerűsített honosítást is kérhetnek a határon túlélő magyarok. Vállayon 213-an tettek esküt csütörtök délelőtt. Magyarországnak hű állampolgára veszek. Az alaptörvényt és a jogszabályokat. Tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mértem megvédem. Képességeimnek megfelelően. Korábban már több ezren kérték, hogy Vállayon tehessék le esküjüket. Ez a nap kitüntetett volt mind Vállay, mind Magyarország történetében, mert hogy egy ilyen kis település, ami ugye 1100 főt számlál, ennyi sok magyarnak adta vissza az önbizalmát, hiszen a 7000. állampolgár is letette az esküt a mai napon. Ezért nagy dolog mindannyiunknak ez. A 7000. Vállayon honosított állampolgárt személyesen is köszöntötték. Mentes Irén 1943-ban született. Meghatódva annyit mondott, nem gondolta volna, hogy 75 évesen újra magyar állampolgár lehet. Most Csalánoson él, de korábban már volt magyar állampolgár. 16 éves korom akkor, igen. Addig az voltam mindig magyar. És nagyon sokat szenvedtem, mert itt a zóna mellett dolgoztam a szőlőbe, és hát a katonák állandóan, hát hogy magyarba születtem, Vállay születésű vagyok, hát miért vagyok én itt? Az egyszerűsített honosítás 2011. január 1-je óta elérhető. A kormány célja ezzel az volt, hogy a 15 millió fős magyarságot egyesítse, közölte Vilmos István, a település polgármestere. A kérelmezést minden esetben magyar nyelven Magyarországon kell elindítani. A járási hivatalokhoz kell bejönniük, ott mi fölvesszük az adatokat, ezt elküldjük a bevándorlási és állampolgársági hivatalnak, ott megvizsgálják, hogy tisztességes szándékkal, a törvényhozó akaratával egybeelsően kíván-e magyar állampolgár lenni. Ha igen, akkor a hivatal elküldi a köztársasági elnökhöz aláírásra. Köztársasági elnök követően pedig ugye az önkormányzathoz. Tehát amikor bejön a járási hivatalhoz az állampolgári jelölt, akkor megkérdezzük tőle, hogy hol kíván esküt tenni. És akkor megjelöli azt a települést, most jelen esetben Vállayt, hogy Vállayon szeretne esküt tenni. Az új vagy régi új magyar állampolgároknak szintén joguk van szavazni április 8-án. Jogköreiket az befolyásolja, hogy rendelkeznek vagy sem magyar lakcímmel.